esik esőcseperek, sárga levéleperek, bam, 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 bam. Átértem. Újra mese délután várta a családokat a Vértes agórájában. Sanyi, én és a gyerekek, így hívják a formációt, akik érkeztek hozzánk. Az előadásuk címe pedig a kutyacska. Engem úgy hívnak, hogy Nyári Bernadett. Én Sanyi vagyok, Tűzkő Sándor vagyok. És ebből már ki is derül, hogy mi vagyunk, vagy miért vagyunk Sanyi, én és a gyerekek talán, mert hogy az egész Sanyi, én és a gyerekek névben én vagyok a Sanyi. Én vagyok az én, ugye? Ő az én. És vannak a gyerekek a nézőtéren. Akik velünk játszanak. Igen. Megpróbáltunk egy olyan nevet kitalálni, egyébként egy véletlen volt, az ő barátnőjét hívtuk fel, hogy hívjanak minket, mi legyen a nevünk, voltak ötletek, mindenféle bogarak, bodobács. Volt egy bodobács, és aztán összefoglaltuk egy csajnak, egy barátnőnek, hogy mi legyen a név, hogy legyen benne, ezt mondd el te. Igen, az, hogy legyen benne az, hogy benne van Sanyi, meg benne vagyok én, meg benne vannak a gyerekek. Mire azt mondta, hát akkor Sanyi, én és a gyerekek. Kész. És ez kicsit hosszúnak tűnt, de azóta így hívnak minket. Ami elég nehéz, nagyon sok konferálásnál ez gondba ütközik. Tehát van úgy, hogy azt hiszik, hogy ez a produkció címe, amit előadunk. Valószínűleg belegabajodunk és egész más nevet mondanak, de mi tartjuk magunkat és mi vagyunk a Sanyén. Mi már megszoktuk, igen. Ennek a mesének az a címe, hogy a kutyacska. Ez egy magyar népmese. Ékezet nélkül ez fontos, mert hogy egy bolond, hát a férfi egy bolond, akit én alakítok. Kicsit bolondos, ezért furcsán beszél, talán ez a kutyacska is azért alakult ki nála, nem mond ékezetet, igen. Egy klasszikus magyar népmese, talán ismerik a nézők, mert hogy a népmese sorozatból, a magyar népmese sorozatból ismerhetik. Általában népmeséket hozunk, viszünk, és ezeket a népmeséket dramatizáljuk egy ilyen közös játékká a gyerekekkel. És próbálunk olyan meséket keresni, amiben van valami mondani való, ami tovább viszi a gyerekeket, ugye? Hát először is a díszlet maga minden természetes anyagokból készül, népdalok vannak a mesében, népzene van benne, ugye, aztán mi magunk játsszuk el a szerepeket, illetve a gyerekek. A interaktív mese, ugye ezt szokták mondani, bár én ezt nem nagyon szeretem, és mindig elmondom, hogy inkább egy közös játék a színpadon, de ugye ezt csak körül tudom írni. Közös játék a színházban, a gyerekek is játszanak, meg mi is játszunk, olyan, mint egy játszóház, csak színház, játszószínház, nevezzük így, játszószínház, megszületett. Kifejezetten könnyű őket megszólítani a játékhoz, kifejezetten jönnek velünk mindig, nagyon ritka, hogy nógatni kell őket, vagy nehezen indul el a mese, mindig jönnek, és mindig lehet rájuk számítani. Mert hogy közös a játék, meg közösen alakul ki a színház, nem? Tényleg? Igen, igen, igen. Mondjuk, ha családdal, apukával, anyukával vannak, akkor kicsit visszafogottabbak a gyerekek. Amikor óvodás, meg iskolás csoportok vannak, akkor hihetetlen módon aktívak és benne vannak. Apával kicsit visszafogottabbak, de ott is működik, meg szépen lassan megszokják, hogy ez egy ilyen dolog, hogy mindent lehet csinálni, és akkor már összeszedik magukat, és a mese végére aztán már mindenki részt vesz, az biztos. A gyerekek ugye elég keveset játszanak manapság, általános iskolában is sajnos már szülők nagyon hamar odaadják a gépeket, a mobilt, amiben a gyerekek nem tanulnak meg kommunikálni tulajdonképpen, a bátorságukat is elveszítik, és itt visszatalálnak ehhez, és örülnek, hogy végre róluk van szó, végre játszunk, végre bátran kiállunk, úgyhogy emiatt szerintem ez egy nagy hiánypótlás, nagyon szeretnek játszani a gyerekek. Igen. A mi korosztályunk még nagyon sokat játszott, körjátékokat, bujócska, fogócska. Nagyon természetes volt, nem is gondolkoztunk ezen, mert az jött, és ez ma hiányzik. Aztán ezen gondolkodtunk, hogy ez mennyire kell nekik, akik nem játszanak és már kütyűznek, de mi küzdünk, és úgy látjuk, hogy szeretik használni a testüket, meg igazából, ha belelendülnek, akkor egy olyan vidékre tévednek, amit nem használnak, de élvezik. És jó, tehát jó, hogy használják a testüket, mert hogy végül is biológiai lények vagyunk még mindig, akár hogy küzdünk ez ellen. Még van testünk, és amíg van testünk, addig van kezünk, arcunk, hangunk. Például az is fontos, vannak dalok, vannak énekek, hangjátékok, és hogy kimerjék ereszteni a hangukat, az is egy tök fontos dolog, mert azt sem használjuk, lévén, hogy inkább a hüvelykujjunkkal írunk egy mondatot. És akkor ezt mindig előkeressük, és használják. És ott van bennük, szóval jó, működik.
És a szülők nagy örömére is, mert ők is örülnek, hogy végre látják a gyereküket így megmutatkozni bátran. Egy tapsot kérünk szépen! Hajoljunk meg! Többször meghajlunk, learatjuk a sikert. Ez az. Ez nagyon jól csinálod. Ez nagyon jól tetszik.